Oké. Jó, akkor még egyszer megkérdezném, hogy és mit tud ebben a helyzetben a gyerekeinek mondani? Hát az, hogy inkább harcoljanak, ahogy csak tudnak. Mindenki, aki él és mozog is, harcoljon az igazáért, mert ez... Én vállalkozó voltam, viszont az elmúlt 5 év az annyira tönkretett a kis és középvállalkozásokat, hogy egyszerűen nem lehet lépést tartani vele, nem lehet fenntartani a magyar adórendszer, sem kedvez nekünk ma már. De hát sajnos ez a devizahiteles probléma begyűjtött az egész gazdaságba, ez már nagyobb vállalkozásokat is tönkretett, úgyhogy Magyarországnak az én meglátásom szerint a középosztálya, aki egy társadalmat nem tud tartani, az már teljesen le van nullázva. És mivel vállalkozott, hogy milyen vállalkozás volt az? Takarító kisiparos, én voltam magántaxis, és építkezéssel is foglalkoztam, nyilvános illetve üzemeléssel is foglalkoztam. Nagyon sok autószerelő a szakmám, tehát amihez egy átlag embernek érteni kell, azt én meg tudom csinálni. Szerettem mindig is dolgozni, ma is csinálom, de már nincs benne pénz. Tehát ez amit meg lehet még keresni, az már megélhetésre kevés. Ez a Das ist ein bisschen schwierig.